ne elméleti tudással, ne a jogszabályi szövegeknek a bemutatásával, hanem a maguknak a konkrét rendelkezéseknek a gyakorlati következményeit vegyük górcső alá. Amikor az idei konferenciáknak a témáját próbáltuk meg összeállítani, akkor nagyon-nagyon sok gondolkodnivalónk nem volt, hiszen van két óriási nagy téma, az egyik az épületenergetikai rendelkezéseknek a követelményeknek a változásai, a másik pedig az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénynek a megalkotása, és valamikor a közeljövőben történ a hatályba lépése. Az volt a célunk, hogy ha már az állami beruházásoknak a szabályrendszere átalakul, akkor ezt próbáljuk meg komplexebben bemutatni a kedves érdeklődők számára. Tehát ne csak a kivitelezők, ne csak a tervezők, ne csak azok, akik a beruházásokat előkészítik, azok tudjanak hasznos információkat szerezni, hanem azok is, akik esetleg csak a magának a közbeszerzési eljárásnak a lebonyolítása során kapcsolódnak be egy építési beruházásba, azoknak is tudjunk hasznos, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy gyakorlati jellegű információkat és újdonságokat mondani. A rendezvényünk abban is más, mint az egyéb szakmai konferenciák, hogy a rendezvénynek a végén legalább egy órás blokkot hagyunk annak az idejére, hogy mindenki, akiben a kérdései felmerültek, azok a válaszokat is megkaphassák. Számomra mindig ez szokott lenni egyébként egy rendezvénynek a legérdekesebb része, mert itt azonnal lehet közvetlenül is tapasztalni és hallani azokat a problémafelvetéseket, kérdéseket, amik esetleg egy újdonság, vagy egy még nem teljesen mértékben kialakult gyakorlat kapcsán a mindennapi munkát végző szakembereknél felmerül. Én nagy szeretettel várok mindenkit, és azt tudom ígérni, hogy mind az épületenergetikai követelmények, mind az új beruházási törvény, mind az ehhez kapcsolódó közbeszerzések tekintetében fontos, hasznos, friss és gyakorlatias információkhoz fognak jutni.